A régi aszfaltot már felmarták, és az út bontásával is jól haladnak a Szilléri sugárúton. A Debreceni és a Fecske utca kereszteződését lezárták a munkálatok idejére, de a sugárúton mehetnek a járművek. Ami nem látszik, de már itt jelölgetik, ugye a közműveket tárják, föl lokalizálják be, és emellett természetesen, ami mindenhez szükséges, az ideiglenes forgalomtechnika került kialakításra, tehát a Szilléri sugárút egy nyomon, de ugyanúgy járható, de a keresztirányú forgalom jelenleg nem használhatja a csomópontot. Ez a ideiglenes forgalomtechnika ütemezetten változni fog, ahogy a körforgalmú csomópontnak az egyes ágait ütemezetten alakítja majd ki a kivitelező. A sugárút teljes lezárását nem tervezik. Az autóbusz megállókat is átépítik. Ezeknél nagy teherbírású bazalt beton lesz az út alapja. A kerékpárutakat is rendbe hozzák. A tervek szerint mindez az év végére lesz készen. A beruházás értéke 90 millió forint, amit a város költségvetése fedez. A szokatlanul esős időjárás eddig itt nem akadályozta nagyobb mértékben a munkát. Egy másik helyszínen, a Tisza-Lajos körút és a Felső Tiszapart kereszteződésében a tegnapi felhőszakadás után ki kellett szivattyúzni a vizet a felbontott útszakasz aljáról. A korábbi tervekkel ellentétben itt nem lesz körforgalom. Autóbusz megállót alakítanak ki a Belvederház előtt mindkét oldalon, és a hármas útkereszteződést is átépítik.